Idén 30 éves a Szombathelyi Egyház megyei Karitász, nem mással, mint az igazgatóasszonnyal beszélgetek, Tucainé Régvári Mariettával. Szeretettel köszöntöm nálunk. Én szeretettel köszöntöm a nézőket. Na hát, nem egy hétköznapi kötetet tarthatok a kezemben. Nagyon vastag, nagyon szép, tele van képekkel, és összefoglalja ezt a 30 évet, ugye? Igen. Volt mit. Azért háborúval kezdtünk, 30 évvel ezelőtt a horvátországi háborúval, majd a plébáni karitászok megalakulásával, és hát sajnos megint 30 év után egy háborúba csöppentünk bele. Sajnos. És ezt az egész időszakot felöleli, ez a csodaszép kiadvány. Ön mióta van a Szombathelyi Egyház megyei karitász élén? Ott a 30 éve. Na, hát igen. Akkor végig tudunk menni teljesen a 30 év legfontosabb állomásain, mert hogyha tényleg ilyen mérföldköveket kell kiemelni egy szervezet vagy egy közösség életében, akkor mivel kezdenénk a Szombathelyi Egyház megyei karitász esetében? Hát azt hiszem, hogy mindig az alapoknál, hiszen egy alulról építkező szervezet, és a Szombathelyi Egyház megyei karitász jelenleg 88 plébáni karitász csoporttal rendelkezik, és ugye ez indult annak idején 91. november 1-ével, és akkor dr. Konku István püspök atyától, ugye akit most már nem él közöttünk, földről vigyázza munkánkat, kaptunk egy levelet, egy papírt, ketten Győrvári Edit nénivel, akit nagyon sokan ismernek az országba, hogy induljunk el plébániáról plébániára, és próbáljuk megszervezni ezt a nagyon szép szolgálatot, és hát ha ez plébániánként kicsit úgy összejönne, akkor elindítjuk a képzést, elindítjuk az önkénteseknek a további feladatait. Hát ez volt az első, és a lehető legnehezebb, azért 30 évvel ezelőtt nem mindenki szeretett volna ugye a katolikus egyház plébániáin önkéntesnek beállni, önkéntesként dolgozni. Az atyák is kicsit nehezen fogadták, hogy plusz még egy feladat, a rendszerváltás éppen a küszöbén volt, tehát ott azért egy nehézkes feladat volt. Itt ezen a ponton engedje meg nekem, hogy picit itt beemeljem a témába szeptember 30-át, a pénteki napot, amikor ugye a Magyar Népmese napja volt. Ilyen, nagyon sokat beszéltünk azon a napon a mesék világáról, és arról a narratíváról, hogy felépül egy mese, de végül mindig valahogy jól zárul. De hogy vannak a nehézségek, a felállított akadályok, amiket le kell küzdeni, és hogyha ezt megtesszük, akkor megvan a jutalom. Na hát itt az önök szolgálatában is gondolom, hogy voltak akadályok, amiket le kellett. Hát ez is egy népmese. Igen, igen. Hát ahol volt, hol nem volt, az 91-ben kezdődött. És azért tényleg egy háborúval, ami azonnal feladatot adott, és az egyházmegye azonnal összefogott, és Zágrába, Imelda nővérekhez azonnal kamionszám tudtunk segítséget küldeni, és ez az a nagy feladat, ami az egész egyházmegyét azonnal összefogta, hirtelen csoportok jöttek létre, és ez a hirtelen csoportok létrejötte, megmaradt későbbiek során. És ez hát nagyon jól indult. Aztán közben rájöttünk arra, hogy egy család segítőközpontot kell létrehozni, hisz minden a családban kezdődik. Tehát a családdal kell foglalkoznunk, mind ahogy ez az 30 évünkön végigment, és a családsegítőközpontból pedig hát az oda betérő rászorulókon keresztül rájöttünk, hogy az egyházmegyénkben az egyik legégetőbb és legproblémásabb kérdés a szenvedélybetegség. Akkor még csak átutazóban volt egyházmegyénken a drog és hasonló problémák, viszont pár évre rá már potenciális piaccá váltunk. Ez talán azért is alakult így, mert a munkanélküliség egy olyan piacot hozott, hogy a szülők 70-80%-a a hozzánk nagyon közel található Burgenland területén dolgoztak. Na most akkor még ugye shilling volt, hozták haza a pénzeket, a gyerekeik szeretetét talán ezért a valutáért vásárolták meg, és nem tudtak odafigyelni, hogy a nagymamára, nagypapára bízott gyerekek ezekből a valutákból mi mindent vásárolnak. És egyszer csak a családnak az itthon maradt gyerek tagjai megcsúsztak.
És hát amikor már a nagymamák jöttek segítséget kérni, akkor rájöttünk, hogy itt a szenvedélybetegséggel komolyan foglalkozni kell. És hát 96-ban megindult a RIF szenvedélybetegeket segítő intézményünk. Majd rájöttünk, hogy nagyon sokan laknak az utcán, itt most éppen nem a fiatalokról van szó, hanem az idősebb generációról. Tehát kell egy olyan intézmény, ahol bentlakásos keretek között tudjuk a szenvedélybetegeket gyógyítani, rehabilitálni, és legfőképpen foglalkoztatni, akkor jött a következő intézményünk, a Hásfaház. Tehát az egyik szolgálatból, igen, az egyik megsegítésből jött a következő csoport, aki segíteni kell, tehát ezt mindig így felismerték. Igen. Végül hány ilyen közösség vagy csoport született, akin úgy érezték, hogy segíteni kell? Tehát ezt... Igazából Konkol István püspök atya munkásság alatt három nagy intézményt hoztunk létre, a pszichiátriai szenvedélybetegeket, betegek gyógyítása, rehabilitációja, de akkor még nem volt kifejezetten foglalkoztatás. Majd ugye püspök atyák váltása történt, és Veres András püspök atya lett egyházmegyénk megyés püspöke, és ő feltette nekem a kérdést, hogy miért minden szombathelyen van. Mi történik az egyházmegyébe? És hogy lehetne a feladatokat úgy megoldani, hogy az emberek önellátóvá váljanak. Tehát ugye ne csak halat adjunk, hanem hálót adjunk, meg hálót adjunk, dolgoztassuk őket. És ez egy ötletet adott számunkra, és akkor ugye nálunk nincsenek véletlenül, nálunk minden a gondviselés műve, ugye népmesébe. Bizony. Gondviselés, és egy nagyon szép olasz zalándokútról, egy római zalándokútról hazatérve megálltunk Vencónéban, ahol megláttuk, hogy a levendulából egy szikla rengetegben, ugye Dolomitok lábánál mi mindent lehet megcsinálni. És már hazafelé motoszkált bennünk az ötlet, hogy Szombathegyház megyében is van egy vulkánikus kis hegyünk, ugye, picike, icike-picike, a Sákhegy, és a Sákhegy környékén lehet, hogy valami levendulás dolgot lehetne csinálni. És ekkor püspök atyahoz elmentünk az ötlettel, és mondta, hogy a plébániák nem az ő fennhatósága alá tartoznak, hanem a helyi egyházközség, a helyi plébános rendelkezik felettük. És akkor megkerestük a környékbeli plébániákat, plébánosokat, és találtunk Vásáros Miskén egy csodálatos plébániát, ami sajnos eléggé lepusztult állapotban volt, és ott valósult meg az első olyan intézményünk, ahol bár 60 pszichiátri beteget rehabilitáltunk, de a 60 pszichiátri és mindenféle problémákkal rendelkező megváltozott munkaképességű ellátottat kiszerveztük a Celldömölki Cellcomp cégnek, de nem az ellátottaink nem a céghez mentek, hanem a cég kihozott hozzánk munkálatokat, és nálunk csinálták meg. Tehát az első olyan intézmény volt, ezt Kríziskamra intézménynek hívtuk, ahol az emberek ott vannak nálunk, közel 60-an, ülnek az asztaloknál, és a nappali ellátásban az a feladat, hogy valami terápiás munkát kell adni. Na most aztán lehet közben mellette olvasni, sakkozni, malmozni, kártyázni, játszani, bármit lehet csinálni, és mi ehhez a kis szabadidős tevékenység mellett, helyett munkát adtunk az embereknek, feladatot adtunk, és ez azért volt motiváló erő, mert ők minden hónap végén a bankkártyájukra a rokonnyugdíjuk mellé még fizetést is kaptak. Tehát ez megtartó erő volt. És akkor utána következett egy Zala megyei intézmény, valamint még egy Vas megyei intézmény, és a szombathelyi három már még lévő intézményeinket, a szenvedélybeteg intézményeinket is átformálgattuk, hogy legyen gyógyító, rehabilitáló része az egésznek, valamint dolgoztatjuk őket, hiszen a munka ahhoz, hogy minden nap be kell jönni, mentálisan is megváltoztatja az embereket. Hát kezdjük ott, hogy fel kell öltözni, rendbe kell tenni magunkat, nem lehet otthonkába és egy kis papucsba leélni az életet. Tehát ez már egy pluszt adott az embereknek, el kell jönni, és amikor eljönnek, és ott dolgoznak, és a mellette évőnek is vannak problémái, meg a szembeülőnek is vannak problémái, akkor rájön az a beteg, hogy nem is az én gondom a legnagyobb, nem is az én problémám a legnagyobb, és egymást is nagyon sokban segítették. Ha valaki például napokig nem jött, akkor azonnal érdeklődtek, hogyan lehet, mi van vele, látogassuk meg mindent, tehát ez nagyon jó közösség alakult ki. És igazából most ott tartunk, 30 év után, hogy 12 ilyen telephelyen, 12 intézményünkben 450 megváltozott munkaképességű embert tudunk így foglalkoztatni, mind a mellett, hogy megvan a rehabilitációjuk, a gyógyító tevékenységeink is, és ez a sok-sok ember havi fizetést visz haza.
Hát ez nagy eredmény. Igen. A közösségépítés, az, hogy ahogy fogalmazott... A mentális élet. A mentális eredmények, igen. Az az összetartás, ami kialakult, illetve hogy valóban nem a halat adták az emberek kezébe, hanem a hálót. Ebben van szerintem a kulcs. Hogyha 30 évet kellene összefoglalni, vagy nem is összefoglalni, hanem inkább megnézni egy-egy olyan pontot, amit mondjuk nehézségnek, vagy konfliktusnak, vagy adott esetben esetleg időszakos módon, de mondjuk kudarcnak élt meg, amiből sikerült sikerrel kijönni, akkor milyen eseményeket emel neki az elmúlt 30 évből? Nem kudarcaink voltak, hanem nagy problémák, amiket a sors gördített elénk. Hát csak egy évvel ezelőtt, ugye Covid kellős közepén hozzánk nagyon közel, Horvátországban ott a földrengés. És amikor közvetlen segítséget kértek Sziszekről, Petrinyáról, akkor nem azt néztük, hogy be vagyunk oltva, van-e maszk, van-e védőfelszerelésünk, hanem gyűjtöttünk az egyházmegyében 80 plébáni karitás csoportba, azonnal autókat szervezni, minden, tehát, és egyetlen dolgozó, és egyetlen önkéntes sem lett beteg, és elindultunk a lehetetlenbe. Tehát nem tudtuk, hogy ott mi vár ránk, nem tudtuk, hogy Horvátországban milyen a fertőzöttség, nem tudtuk, hogy tudunk-e majd védekezni. De mikor odaértünk, nem is volt ez probléma. Azonnal ott találkoztunk 100-120 fiatallal, aki azonnal az autókat rakta, intéztünk mindent, és nagyon közvetlen baráti kapcsolat alakult ki, kezet fogtunk, mindent fogtunk, ettünk anélkül, hogy kezet mostunk volna, és a gondviselés vigyázott ránk. Tehát tényleg én utána, amikor hazajöttem, gondoltam rá, hogy Jézus Máriám, segíts meg bennünket, remélem senki nem lesz beteg, se a kamionosok, se a gépkocsi vezetők, se az önkénteseink. És nem történt sem. Igazgatóként azért minden az ön kezében van. Lehet azért azt mondani, hogy gondolom leosztja azért az önkéntesek között a szolgálatokat, vagy a feladatokat, de azért minden a vezető kezében összpontosul. Vagy legalábbis a legtöbb dolog. Hogy lehet összetartani a közösséget ma 2022-ben, előtte 2020-21-ben, amikor sorozatosan jönnek nehézségek, tehát hogy ennek mi a kulcsa? Hát nálunk van egy divat. Nem azt mondjuk, hogy fogjuk meg és vigyétek, hanem fogjuk meg és vigyük. Tehát mindig együtt, mindenben együtt, a jóban is, a rosszban is. Tehát mikor a háborúba kell menni Kárpátaljára, vagy még jóval beljebb inni az adományokat a legelső kocsiba, ott ülök és vizénk, és azt kérdezik, nem félsz? Nem. Miért? Segíteni megyünk. Ha azokon nem segít a Jóisten, aki ott ül és segít és teszi a dolgát, akkor két. Amikor együtt vagyunk a győrvári böllérversenyen, amikor meg kell ölni pár szociát, és az abból készült adományokat utána aztán szétosztjuk a családok között minden, tehát ezeken a jó dolgokon is együtt kell lenni. Ez nehéz így, mert azért család mellett, két gyerek felnőtt azért a 30 évben, az egyik mellettem dolgozik, a másik szintén csodálatos helyen Rómában teljesít szolgálatot. Azért a család mellett mindezt nehéz megcsinálni, de van értelme, van eredménye, mert ha ez nem így történt volna, akkor ez a könyv nem születik meg, és ha nem így történt volna, akkor nincs most közel 7-800 önkéntes munkatársa a Szombathelyház megyei Karitásznak, és talán nincs a 450 megváltott munkaképességű ember, akinek azért, hogyha az elmúlt 10-12 évben csak azt adnánk össze, hogy hónapról hónapra mennyi pénzt kapnak a bankkártyájukra, és ugye amit ő megdolgozott a 4 órába, ez nem segély, ez nem ajándék, ez az ő kétkezi munkájának a bére. Tehát, ha ezeket mind összeadjuk, akkor azt mondom, ha most újra kezdeném a 30 évet, ugyanígy csinálnám. Mindjárt beszélünk erről a kötetről is, meg az apropójáról is, viszont előtte talán arról, hogy ugye azt mondta, hogy a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásznak olyan 780. Hát 7 és 800 között van, ugye mindig mozog. Ő önkéntese van. Igen. Mi a helyzet a fiatalokkal az önkéntesek között? Meg tudják-e szólítani a fiatalokat? Érdekli-e a fiatalokat? Leköti-e a fiatalokat a mások szolgálata? Hogy látja? Van egy nagyon szép szolgálatunk. 25 éve, 27 éve táborozunk egy csodálatos vidéki plébánián, egy kétszintes plébánián, Nardán. Ez már majdnem ilyen félig országos hírű, hiszen az ország más pontjáról is várunk vendégeket. És oda viszont rengeteg fiatal jön. Tehát akik a konyhán és a főbb feladatokat látják el, azok úgy
60 fölött vannak, viszont a fiatalokkal a gyerekekkel foglalkozók, mint fiatalok. Ez valamilyen köszönhető annak, hogy ugye az érettségére kell teljesíteni ezt az ifjúság közösségi szolgálatot. De az ugye egy kis rövid idő. És ezek a fiatalok ott ragadnak, ott maradnak, jövőre visszajönnek, még egyszer visszajönnek. És lehet, hogy ezekből a fiatalokból egyszer önkéntes lesz. Ez egy kicsit megnehezíti azt, hogy ugye a vidéki fiatalok Szombathelyen, Körmenden, Szentgotthárdon és ilyen helyeken járnak középiskolába, és ott próbálnak önkéntes szolgálatot végezni, és ott vannak a 7-5-6 napján. És kérdés az, hogy utána, mikor ők leérettségiznek, hova, merre szólítja el majd őket az élet, nyilván tovább tanulás és egyéb minden szinten. De mi annak örülünk, hogyha minden nyáron az a 30-40 fiatal nálunk nagyon jól érzi magát, és ez az érzés elkíséri őket, ő belőlük bárhova kerülnek az életbe, ott biztos, hogy meg fogják találni azokat a pontokat, ahol egy segélyszervezetnél, egy szeretett szolgálatnál, legyen az Caritas, Málta, bárhol, biztos, hogy vállalnak önkéntes munkát, mert szeretettel csinálják. Ez a kulcs, hogy szeretettel csinálják. Ez a kötet hogyan született, mi ennek a története? Hát gondolkodtunk, hogy 30 év, ezt össze kellene foglalni. És van egy nagyon jó munkatársunk, aki az elmúlt 10-15 évet végig fotózta, Büki Lászlónak hívják, és már a legelső képeket miért mi csináltuk kezdetleges pici fényképezőgépekkel, és akkor utána jött egy ilyen kis professzionális megoldással, és vele ültünk le együtt, és az volt a legnagyobb probléma, hogy a 30 évnek a rengeteg dokumentumát hogy tudnánk belesűríteni egy képbe. Először 300 oldalasra terveztük, és mindig nagyobb lett, még így is rengeteg minden kimaradt a könyvből, de igyekeztünk a plébáni karitás csoportoknak az életét is bemutatni, a nagy intézményeink életét bemutatni, sajnos a háborúk és a jó dolgoknak a feladatait is bemutatni, meg hát nagyon szép élettörténeteket a végére betenni, ami egy kicsit színesíti, érdekessé is teszi ezt a könyvet. És volt egy pályázatunk, amiből tudtunk egy kis pénzt erre áldozni, és így sikerült ezt tavaly Szent Erzsébet napjára megvalósítani. És ezzel a könyvvel párhuzamosan csináltunk egy egész egyházmegyére kitekintő nagy kiállítást, hatalmas kültéri tárlókra megcsináltuk az egyházmegyénk életét bemutató tablókat, és ezt úgy igyekeztünk körbehordani, majdnem az egész egyházmegyén végigért, és mindig ahova elért ez a kiállítás, ott a helyi értékeket, a helyi karitász értékeket is plusz még tablókon bemutattuk. Tehát igazából a 30 évnek ezzel tudtunk adózni, és az önkénteseknek ezzel tudtuk megköszönni a munkáját, hogy kaptak egy szép könyvet, amiben bízom benne, hogy mindenki belekerült, és a 30 éves tablón, amerre jártunk az egész egyházmegyébe, mindenkinek a munkája egy kicsit visszatükröződött. Valamint az is volt a szándékunk, hogy ugye 30 évvel ezelőtt ez az önkéntes társaság azért úgy nagyjából 50 éves körül voltak. És hát ugye a 30 év az ő fejük felett is ugye azért elszállt, és hogy egy kicsit fiatalítani tudjunk a plébániákon, az idősek mellé hozzunk be fiatalokat, fiatalabb hölgyeket, urakat, családanyákat, családapákat. Akartuk bemutatni az egész egyházmegyébe, hogy ez egy nagyon szép munka. Ez egy csodálatos munka. És hozzánk érdemes csatlakozni, mert az ember, az egy dolog, hogy mennyi mindent ad, de sokkal többet kap azáltal, hogy itt dolgozik. És ez lett volna pontosan a következő kérdés, hogy mik azok az emberi történetek, mik azok a sikertörténetek, ami mondjuk a segítségnyújtás során megérintette igazgatóasszonyt, hogyan segíti a segítőt ez a szolgálat? Ha csak azokból a történetekből kellene könyvet létrehozni, ami minden plébánián a segítőket motiválta, jó dolgokat, akkor nem 400 oldalas könyvet kellene létrehozni, hanem ez 3-4 kötetes lehetne, hisz mindenhol olyan történetek
kell találkoztunk a 30 évben, ami tetszik, nem tetszik, sírásra adott okot, és még a meglett férfiak is sokszor elsírták magukat, mert a megajándékozott, a hozzánk forduló, a ránk szoruló ember sokszor az élettörténetével köszönte meg, meg hogy valamit ő is tudott segíteni, ezzel köszönte meg ami segítőkészségünket. Ugye mi a katolikus egyház vagyunk, tehát hozzánk nem bezörgetnek, bedörömbölnek, becsöngetnek és bekiabálnak, hanem mi megtaláljuk az embereket. A plébánosokon keresztül, a szomszédokon keresztül, az önkormányzatokon keresztül, tehát mi azokat az embereket próbáljuk megtalálni, akik nem ők jelentkeznek, hanem a rejtett szegényeket, a szégyellős szegényeket, aki a Mari néniket, a Józsi bácsikat, a Zsuzsa néniket, aki nem mer elmenni, nem mer segítséget kérni. És amikor a plébános elmegy, és a beteget megjontatja, megáldoztatja, és látja, hogy az asztalon hú, mennyi kiváltatlan gyógyszerrecept van, meg mi egymás, nincs már két napja befűtve, nincs is elmosogatva minden, és akkor az önkénteseknek, a plébáni önkénteseknek felhívja a figyelmét, Mari nénire oda kéne figyelni, valami nincs rendben. Biztos, hogy nem tudják látogatni a hozzátartozói. A gyógyszerje is nincsenek kiváltva. Tehát ezek a jó szándékú segítők, ugye, akkor azonnal megyünk és próbálunk segíteni. Volt egy nagyon aranyos történet, az egyik szomszéd látta, hogy az egyik idős bácsinak éppen nem rádől a kéménye, és ahelyett, hogy ugye hát nyugodtan feljelenthette volna, hogy azonnal most azt csináltassa meg, mert lesz irgum-burgum, ehelyett egy falba, hova megy az ember segítséget kérni, elment a kocsmába, és mondta ott a kocsmárosnak, figyelj ide, teszek én ki ide egy bögrét, leragasztom, ebbe gyűjtsetek pénzt azért, de sürgősen, mert a bácsinak ledől a kéménye, meg keressünk rá egy szakembert, aki ezt megcsinálja, meg vegyünk falazóanyagot, meg ilyes mindenféle dolgokat, és csináljuk meg. Egy hét leforgása alatt összejött annyi kis pénz, hogy az anyagokat, amit anyagszükséglet kellett, meg tudták venni, és a faluban jelentkezett két ember, aki azt mondta, fölállványozom, és meg is csináljuk neki. Utána nyilván egyet zsíros kenyereztek, kávéztak, teáztak, a kocsmáros meghívt őket az udvarra, legyetek jók, mert jókat tettetek, én is ladok nektek egy kis vacsorát. Tehát ez egy a falunak egy közösség építő ereje is, hogy ha valaki gondban van, akkor fogjunk össze és segítsünk. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és mielőtt elengedném igazgatóasszony, talán arról néhány szóban, hogy tudnak fölkészülni itt a következő időszakra. Tehát tudjuk a háború, a szomszédságunkban a világgazdasági válság, az infláció ebből adódóan, az energiaválság, tehát hogy azért itt most kelleni fog a segítség, sok családnál, sok rászoruló lesz, reméljük nem, de azért úgy tűnik, hogy sokaknak kell majd a segítség. Erre hogy tudnak felkészülni? Hát ez már pont hétfőn kezdődik. Megtaláltunk az interneten egy olyan vállalkozót, őstermelőt, akinek nagyon jó minőség, és nagyon olcsón még tudtunk burgonyát vásárolni, és 1000 zsákkal vásároltunk tegnapi nap folyamán, és ezt hétfőn a Caritasnak a saját autóival fogunk elmenni, és fölpakolni, és elvinni Szombathelyre. Oda jönnek mind a plébáni Caritas csoport vezetők, és viszik haza, és még aznap ezt ki is osztanak. Tehát most első körben gyorsan 1000 családnak 10 kiló burgonyát tudunk biztosítani, hát ez sem volt olcsó, mert hát több mint 2 milliós tétel, valamint mi minden éven Szombathely határában van egy nagy szupermarket, akik meghívnak bennünket gyűjtésre, és ott a nagyvállalkozók vásárolnak, és akkor a szupermarket egyik bejáratánál osztunk ilyen kis szórólapokat, és akkor a kijáratnál viszont akkor azért a vállalkozók, mindenki nagyon szépen adományoz. Itt minden éven 5-6 tonna élelmiszer szokott így összejönni ezekből a gyűjtésekből, és ebből ajándékcsomagokat csinálunk, élelmiszercsomagokat. Nyilván 30 év után van rálátásunk a családokra. Tudjuk, hogy kik azok, akik gondban vannak, bajban vannak. Nyilván az X anyuka, akinek van 6-7 gyereke, olyan csomagot kap, ami gyerekeknek való, nyilván több műzlét, tartós tejet, minden egyebet, de vannak azok az idős emberek, akik egyedül élnek, netán cukorbeteg, minden, nekik személyre szóló csomagokat csinálunk, és ezt a plébáni Caritas csoportok viszik el a rászorulóknak. Én azt gondolom, hogy az idén lehet, hogy nem egy, hanem több ilyen gyűjtést kell csinálnunk. Nem egy ponton gyűjtés,
együttünk, mert azt tudjuk, hogy ebben a rohanó világban mindenki siet mindenhova, tehát arra nem ér rá, vagy lehet, hogy az anyagi lehetősége sem olyan, hogy én most egy egész táskára való élelmiszert megvegyek, és azzal elzarándokoljak a Karitász központba. Tehát azért mi helyben megyünk a szupermarketok bejáratához, és akkor ha valakinek csak annyi kis adománya van, hogy egy pici májkrémet vesz, vagy egy sportszeleted valamelyik gyereknek, kifelé beleteszi a kosárba, mi azt éppen úgy megköszönjük, mintha többet hozna, és ebből sok-sok-sok-sok pici ajándékból azért összejön annyi, hogy a karácsony előtt is tudunk ajándékot adni, de mi arra készülünk, hogy itt most a karácsony után, amikor a december-januári nagy számlák ki fognak jönni, akkor ott komoly élelmezés és étkezési problémák lesznek, főleg a gyerekes családoknál, mindenkinél, és akkor arra gondoltunk, hogy még utána jócskán tartalékolunk, hogy akkor is tudjunk segíteni. Hát én ehhez kívánok nagy erőt, kitartást, áldott szolgálatot, és hát a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásznak még 30 évet, még többször 30 évet. Sokszor. Igazgatóasszonyal az élén. Nem, most már. Jön az új generáció. Tucainé Régvári Marietta volt a vendégem, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.